Nagyon-nagyon féltem ettől a filmtől. Sok aggályom volt, mióta az első előzetesen napvilágot látott. Úgy éreztem, hogy nem lesz méltó ennek az eszenciális képregényes csapatnak a hírnevéhez ez az elvidámkodott, pöcsös viccekkel teli és... Teli film. És vajon milyen lett a végeredmény? Nézzük meg a The Suicide Squadot. No. Első körben kezdeném a szokásos rövid történet A történet fonalát az éppen a börtönből a csapatba beszervezett Savant karakterének szemszögéből ismerhetjük meg, ahol is megismerkedünk a csapat jelenlegi tagjaival, a szabályokkal, stb. stb. Ezek után tudatja velük Amanda Waller, hogy mégis mi a helyzet. Röviden a latinamerikai Kortomáltézé szigetén erőszakos hatalomra törést követően az új, úgymond kis király és a jobb kezei olyan dolgokat találhatnak, amelyre ha fény derül, az háborút indíthatna az USA és kb. minden ország között. Szóval a Waller néninek igencsak fontos, hogy a Kortomáltézén történt dolgok és kísérleteknek a tudomása ott is maradjon. Éppen ezért össze is hozzák a csapatot, akik egy szinte teljesen friss felállásban térnek vissza. Rick Flagget, Harley Quint és Boomerang kapitányt leszámítva mindenki új a nézők számára. El is indul a küldetés, ami elég véresen félbe is szakad, még mielőtt igazán belefoghatott volna az osztag a melóba. Ezek után kis visszaemlékezéssel megismerkedünk a csapat másik részével, akik végig a lényegi rész lesznek. Az ő feladatuk is azonos, csak kisé más utasításokat kapnak. És tulajdonképpen ennyi. Tehát a lényege nagyjából az, mint az elődnek, hogy van egy személy, hely, amit ki kell iktatni, vagy éppen megmenteni. Ezt kísérhetjük végig, ahogy a csapat megismerkedik egymással, majd pedig kicsit sem zökkenőmentesen, de próbálják teljesíteni a feladatot. A karakterek terén végre sikerült az első rész számomra leghatalmasabb hibáját, a karakterkezelést kiavítani. Minden fontos karakter bőven megkapja a maga kis háttértörténetét, szépen az egész filmen keresztül morzsánként csepegtetve. Szerencsére egyensúlyban van minden és mindenki, tehát most nem Harley és még egy karakter lopja el a sót. Mindenki megkapja a maga kis pillanatát. Akik viszont abszolút kiemelkednek, az Bloodsport és Redcatcher 2 karaktere. Blood sportnál mondjuk érdemes hozzátenni, hogy Idris Elbát konkrétan Deadshotnak castingolták, aztán a rajongók Will Smith imádata miatt inkább úgy gondolták, hogy adnak elvának egy másik szerepet, ami tulajdonképpen ugyanaz, mint Deadshot. Szóval ebből a szempontból nem nagy újdonság a karakter, azonban Elba jól csinálja, amit csinál. Red Catcher, vagyis patkányfogó pedig a másik ragyogó karakter. Kifejezetten jól bemutatják az eredetét, és abszolút jól működik a közte és Bloodsport közötti apalánya kémia. Persze mellettük is vannak még páran. Rick Fleck történetét szépen továbbvitték, vitték, bár vele az előző részben sem volt probléma. De ott van Nanaue, vagyis King Shark, aki a legnagyobb félelmem volt. Úgy gondoltam, hogy tele lesz tolva a film az ő hülyeségeidvel, idióta mondataival, stb. De nem. Hatalmas meglepetés lett ez a karakter, és rendesen meg is szerettem. Most nézzetek már rá! Nem aranyos, hogy mosolyog és integet? Nem? Hát de! Szóval a lényeg a lényeg, hogy ő is egész jól sikerült, és még neki is sikerült egy kis karakterfejlődést írni. Aztán nézzük csak, ki van még itt. Ja, Peacemaker. Amit egyszerűen nem tudok megérteni, hogy miért kellett békeharcosnak, vagy isten tudja minek átfordítani. Amikor ott volt Bloodsport. Oké, okay, azt nehezebb lenne átfordítani, de könyörgöm akkor kicsit legyünk már konzisztensek, és akkor hagyjuk meg őt is Peacemakernek. Mindegy, ezt félretéve, nekem nem volt problémám a karakterrel, királyul meg lett írva, ráadásul van egy csavar is a történetében, ami még ironikusabbá is teszi a karakter jellemét és hitét. Szóval jó lett, szína egész jól hozza, azonban valahogy egyáltalán nem hozott lázba, hogy tükönülve várjam a saját sorozatát. Oké, okay, oké, okay, meg fogom nézni, de egyáltalán nem rágom le a körmemet, hogy mikor fog már jönni. Polka szintén annyit tudok mondani, hogy írtó király és érdekes karakter lett. Mindössze annyi, hogy amennyire érdekes volt, nekem kicsit kevés lett. Picit néztem volna többet belőle. Van is egy jelenet, ahol a múltjában kezdenek vájkálni, és az is elképesztő király, szóval kicsit több lehetett volna belőle. És végül, de nem utolsó sorban Harley. Na hát, ahogy már egyszer említettem is, nagyon jól sikerült megoldani minden egyes fő karakternek a karakterfejlődését, még King Sharknak is, aki csak szavakban kommunikál. Na de Harley... Hát Harley nem kapott semmilyen karakterfejlődést. Persze az előző film nagy részt róla szólt, illetve a Birds of Prey is, de itt semmi előrelépés. Nem volt mondjuk zavaró, de azért nála is vártam volna egy fél lépcsőfokkal való előrébb lépést. Na de elég a karakterekből, haladjunk. Nézzük összességében a filmet. Amik hatalmas pozitívumok, azok az operatőri munka és a látványvilág. Elképesztő kreatívan meglettek komponálva egyes jelenetek, illetve látszik minden mögött az átgondoltság. A CGI-ban nem találtam igazából olyan szembetűnő hibát. Ami a legfontosabb volt, hogy Nanahuel ná jól nézzen ki, és ez abszolút jól sikerült. Illetve néhány helyen észrevettem, hogy úgy lettek felvéve az akció jelenetek, mintha éppen egy képregény panel lenne előttünk, ami külön nagyon király. Illetve ami szintén nagyon kreatív, az a helyszín és időváltásoknál mindig máshogy kiírt helyszín vagy idő. Ez volt, hogy szél fújt a levelekből, vérből, háztetőkből, sárból és még sok másból lett megoldva. Ez nagyon tetszett, hisz eléggé egyedi, és mindig is ezt hangoztatom, hogy milyen jó is lenne, ha minden film franchise-nak meg lenne a maga kis ismertető jegye. Mint az ant Louis visszaemlékezései. Szóval kameramunka, CGI, látvány, csillagos ötös. Ami még pozitívumként kiemelendő, az a 18-as karika megfelelő használata. A film elképesztően véres és brutális, de nagyon jól áll neki ez a stílus. Nincs túltolva, bár néhány helyen olyat is mutatnak, amit még a BONC videók sem, de összességében indokolt és meg is állja a helyét ez a korhatárbesorolás. És akkor a végére felhoznám a negatívumokat is. James Gunnról már jól tudjuk, hogy rendkívül jól alkalmazza a zenéket a filmekben. Ez itt is így volt, azonban kb. az első óra után már kezdett kisé idegesítő lenni, hogy folyamatosan szól valami zene. Még ha halkan is. Konkrétan az első percektől kb. az első óra végéig folyamat megy valami a háttérben, ami engem igazán irítált már. Emellett a filmnek a humora eléggé szélsőséges. A filmet ilyen szempontból két részre osztanám. Az első felére, ahol rengeteg számomra negatív és nem tetsző dolog volt, illetve a másodikra, ami viszont zseni lett tehát ilyen a film humora is. Az első felében voltak olyan poénok, amiktől komolyan elgondolkodtam, hogy kisétálok. Többek között ilyen volt a híres, tengerpartos, pöcsös, piszmékeres, bekapós jelenet, amit ugye láthattunk a trélerbe. Az már nagyon sok volt. A legnagyobb VTF ezt most miért kellett Momentum, viszont a küldetésre való megérkezéskor történt, ahol egy icipici spoiler, úgy is tudtuk mondjuk előre, hogy a csapat 80%-a elhullott. Egyszerűen akkora agyfasz volt, hogy nem bírtam követni, hogy mi történik. Egyik halálból következett a másik, és oké, okay, osztag meg minden, de szerintem, ha szép, lassan sorba, mondjuk az első órában megölték volna a felesleges csapattagokat, tök jól, viccesen és ötletesen meg lehetett volna oldani. De nem. Inkább két perc alatt öljünk meg, vagy 15 embert agyatlan fasság történéseinek közepette. Szóval ez eléggé nálam a biztosítékot, és ez is az egyik olyan momentum volt, amikor átgondoltam a kisétálást. Szóval összességében ez lenne a véleményem a D. Suicide Squadról. Jobb lett, mint az előző? Igen. James Gunn megint oda tette magát? Igen. Vannak hibái? Bőven. Megérdemli a 90 valány százalékot? Nem feltétlen, inkább kerekítsük 80 felé és jók vagyunk. Tehát lényeg a lényeg, a The Suicide Squad gyomrot nem kimélően véres, helyenként vicces, bár néha sok. A karakterek és a történet bontott felépítésen nagyon jól sikerült, az atmoszféra és minden más látvány ilyesmi nagyon jól áll neki, szóval kijelenthetem, hogy sikerült egy pozitívat csalódnom, és én vagyok a legboldogabb, aki hónapokkal ezelőtt már a pokol tüzében égette ezt a filmet, hogy egészen jól sikerült. Ez lett volna a di Suicide Squadról a véleményem. Remélem, hogy tetszett nektek, várom lent a kommentekben a véleményeteket a filmről, illetve az, hogy mivel értettetek egyet, vagy mivel nem. Illetve ha még nem láttátok, akkor remélem, hogy valamennyire meghoztam a kedveteket. Szóval, ha tetszett nektek, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot. Lent fel tudtok rám iratkozni, discord szerverem a leírásban, illetve Spotify és más podcastek linkeket is megtaláltok ott, én Ádám voltam, sziasztok!